egészen aktuális témáról fogunk beszélgetni, hiszen Bagdi Emőke innen a stúdiónkból a Házasság hete keretében szervezett családbarát szemlélet munka magánélet egyensúly konferenciára igyekszik. Köszöntöm szeretettel Bagdi Emőkét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is minden tisztelt nézőtönöket is. Szeretnénk öntől abban segítséget kérni, ugye sok anyában felmerül az, hogy anyaság vagy karrier, avagy lehet-e a kettő együtt? Mm. Az a baj, hogy ilyen vagylagosan merül fel bennünk, ha másként gondolnánk az egészre, és azt állítanánk középpontba, hogy ki is fontos ezen a kerekvilágon. Ki a legfontosabb? Nyilvánvaló, hogy a gyermek, és hogyha gyermeket fogadunk és hordunk a szívünk alatt, akkor előbb-utóbb ez az alapvető érzés is kialakul, hogy ő a legfontosabb. Ha mi mindannyian, de társadalmi szinten is abban gondolkodunk, ő a központi, ő a király, a gyermek, és azt mondjuk, miért vagy munkavállalás, mert lehet, hogy anyagi kényszerből valaki kell, hogy dolgozzon. Lehet, hogy önként szeretne visszamenni. De akkor is azt mondjuk, ha egyetértünk abban, hogy a gyermek a fontos, nézzük meg, hogy mit kell nekünk tenni. Hogy kell segíteni azt az anyát, hogy örömmel menjen visszadolgozni, és örömmel lehessen otthon. Ki van találva a dolog? Nincs nagy feladatunk. Vannak olyan uniós minták, vizsgálatok, követéses vizsgálatok, ha biztosítják az édesanyának azt, hogy megkapja azt a bizonyos szükséges összeget a munkában, ha már mindenképpen így vagy úgy vissza kell mennie, és ugyanakkor biztosítják azt is, hogy a gyerekkel x időt eltöltsön. Tehát, hogy csökkentett munkaidő, és a gyermekkel akkor a közérzet jobb, az egészségállapot jobb, a családnak sokkal jobb, és akkor most ebből kiemelnék egy szállat, amiben magam is érintett voltam, és beépített konfliktussal éltem le az életem, hogy mi van akkor, hogyha az ember az alkotó munkában is a kétfele is szerelmes, így mondanám. A gyermekét is nagyon szereti, és a hivatását is nagyon szereti. Na, itt jön be egy plusz konfliktus, mert amíg ez a fajta odaadó szerelem vagy szeretet a hivatásunk iránt nem dühöng az emberben, addig nincs akkora nagy gond, mert akkor súlyozódik, hogy hol van a központi szeretetem, a családom. De amikor már jön egy másik, akkor jön egy olyan konfliktus, amit kizárólag családi szinten lehet megoldani. Mindenféle mintát végigpróbáltam már személyesen is, meg baráti körömben is, és úgy látom, itt jön az a fajta szolidaritás, segítségnyújtás, hogy legyen valaki, aki besegít, és aki akár például szüleim messze éltek, hát volt olyan segítőm, akire rátaláltam, aki pót nagymama volt, szóval legyen valaki, aki érzelmileg a gyerek mellett tud lenni, legjobb, ha a család oldja meg, de ma már például olyan jó példák vannak, például Franciaországban, tiszteletbeli nagymama. Szóval valaki bekerül egy olyan korba, hogy valahogy szeretné, hogy hasznos legyen. Na most ráadásul itt mondom meg azoknak, akik otthon esetleg búbánatosan kuksolnak, hogy senkim sincs, magányos vagyok, hogyha az ember talál egy értelmes olyan feladatot, hogy valakinek adjon, akkor az immunrendszere kivirul, egészségállapota jobb lesz, endorfin termelés indul a szervezetében, jobban érzi magát, szóval adni magunkból, és akkor elmenni segíteni valakinek. Ez az az igazság, hogy egy szervezést, odafigyelést és egy lelkiséget igényel. De nálunk egy önző lelkiség az, amit tetten érünk. Valahogyan nincs eléggé odafordulás a másik iránt. Így van. És hogy olyan jó volna, hogyha valahogy abban segítene, minden tisztelt néző, hogy gondolják már végig, hol tudnánk besegíteni azoknak az anyukáknak, akiknek esetleg nincsen segítsége, de közben építenek, tudományt művelnek, szolgálnak, hát a hivatásban mi valóban értékeket hozunk a világra. Na hát most egy picit hazabeszéltem a diplomásoknak a konfliktusa felé, de hát egyre megy a dolog, az a lényeg, hogy az édesanya biztonságban tudja a gyermekét, csak az élet kivirul. Még ezt én is megértem, mert hát nálam aztán tökéletesen így volt, és ugye? Amit mondtál a második rész, az is nagyon fontos, hogy ugye a mi életünkbe akkor jött be a nagyobbik lányunk, ugye, amikor utána a macskákat játszottam, tehát 30 napból 30-at játszottam, és akkor van az, hogy az András, ugye? Hogy ő volt az, aki olyan apjuk volt, aki lefektette, főzött nekik, mesélt nekik, tehát anyjuk helyett apjuk volt. Volt hát ebben van annyi a szívű apa, hogy és azért tudom megerősíteni azt, hogy ez nem választás kérdése, így nincs válasz. Föl sem merül az emberbe, aki igazi anya, hogy most én anya vagyok, vagy színésznő vagyok. Igaz, hogy nekünk lavíroznunk kell, és nagyon nehéz ezt megoldani, de elmondhatom mindenkinek, és csak biztatni tudom őket, hogy
az én pályám például mind a két lányom születése után kivirult. Mert úgy megtöltekezik az asszony is energiával, és szeretettel is minden mással, hogy hirtelen attól, hogy nem olyan fontos igazából az a mesterség és hivatás, hiszen van nekem otthon egy családom, egy gyerekeim, meg attól valahogy sokkal koncentráltabb, sokkal másabb és jobban tudunk dolgozni. Igen, nekünk, nőknek alapszükségletünk a biztonság. Igen. A férfinak nem annyira, ő nyújtja nekünk. Viszont, hogy nekünk legyen biztonságunk, egy családi háttér megadja ezt a biztonságot, és így van az, hogy valóban kivirul az ember. Én is kisgyerekeim születése után írtam meg életem első könyvét, úgyhogy abszolút segített a párom. Igaz, én is neki, mikor ő írta a könyvet. Ez csak ilyen szövetségben lehet, csak ilyen jó szövetségben. És mindenből profitálom, mert például az András ennek folyamányaként rendezett egy 13 részes gyerekfilmet, gyermekfilmet, mert hogy ő mesélt a gyerekeinek, a lányainak. Minden este. És aztán nem könyvből, mint én, a Rémusz bácsit, meg ezt, meg azt, meg a pompot, hanem ő saját kutfőt. És ezt ők jobban szerették. És sokkal jobban szerették. Nem, mint a Benedekeleket. Nem biztos, hogy jobban szerették, hogy én előadtam. Hát próbáltak volna más mondani, de nem. Jó. Egy gondolatot ez az egészhez, amiről beszélünk, még hozzátehetek? Persze. Mert én nagyon érdekes dolgokat mondott, kedves emlőket, de én egy fázis, mint a kimaradt volna, és ez egy nagyon fontos dolog. Addig, amíg a gyerekvállalás meg nem történik. Tehát ugye itt épp azt hiszem az a probléma, hogy a gyerekvállalás, mint olyan, az egy borzasztó nehéz feladat, eljutni odáig, hogy egy pár vállaljon egy gyereket, és a gyerekben képzelje és gondolja el az ő saját maga jövőjét, stb. Etc. Ez nem is érdekes. De ebben végül is a történeti idő is beszáll, mert ugye a, mit tudom én, a Habsburg időszak magyar budapesti polgárainál más volt a trend a házastársaknál, ugye 40 éves kora után ment egy férfi csak egy házasságba, addig megcsinálta maga egzisztenciáját, és csak utána vett el egy fiatal lányt, és két háború között is más volt ugye a polgári trend, és a Rákosi időben is. Ugye pláne amikor bejött a kedves Ratko anyánk, mindannyiunk nagyanyja, ugye, aki behozta ezt, hogy nem lehetett, hogy az abortuszt ennek következtében rengeteg egyéni és családi dráma és tragédia, és egészen más mondjuk most a rendszerváltozás után. Tehát mi most, mintha egy kicsit azért olyan környezetben lennénk, mint mit tudom én, a 60-as évek Amerikája, ugye, ahol éppen felfedezték a nők is saját maguknak a világot, hogy ők is érhetnek el karriert, és ők is, ugye, és ezek, amikor a nő elindul, hogy ő maga karriert csinál, és akkor hátrahagyja a férfinek, hogy csinálja majd ő a gyereket, ugye, akkor baj van. Tehát itt... Miért nálunk baj volt? Na, bocsánat. Nem, én megcsináltam a gyereket. Nem a gyereket megcsinálják. A szövetségről van szó, az összetartozásról. Ha egyéni érdekek vezérlik a pár egyes tagjait, tehát az individuális érdekek fölülmúlják a párkapcsolati érdeket, akkor sajnos nagyon rosszul állunk. Most, hogy hol kezdődik ez? Hát például a délutáni előadás, akadémiai előadáson, egy olyan vizsgálatról is beszámolok, 6 éves gyerekeink beiskolázás előtt állnak. Mit tudnak arról, hogy házasság, anyaság, szülők? Nagyon érdekes ez a felmérés, ami tulajdonképpen abból indult ki, hogy óvónők rájöttek arra, nyelvi fejlesztő foglalkozások vannak, ami azt jelenti, mit jelent, mond az, hogy mennyasszony valaki, meg hasonló. És akkor a mennyasszony az, aki fehér ruhában van, és a születésnapját ünnepli például, meg hasonlók. De gyűjteményt állítottam össze abból, hogy mit mondanak, mi a házasság. Amikor jókat esznek, isznak, szép ruhába öltöznek és buliznak, meg hasonlók. Most egy egész széria van ilyen válaszokból. Hát ez van a mi gyerekeink fejében, és nem az, hogy középpontba állítjuk, hogy olyan csodálatos dolog, hogy van anya és apa. Szeretik egymást, egymásra találnak. Maximum az volt a legokosabb válasz, hogy puszilózik a fiú és a lány. Na, ilyenek. Na most, hogyha itt állunk, ez van a fejekben, akkor mit várunk majd attól, hogy később hogy lesz? És hát ugye ez egy olyan kultúra, amiben élünk, hogy hedonisztikus kultúra, abszolút. És individuális, azt
próbálja bebeszélni, hogy legyen neked jó, és az alaptételt hagyja ki, hogy az élet alaptörvénye a kölcsönös egymásra utaltság. Nem vagyok senki nélküled, és viszont segítek neked. Tehát ez a fajta kölcsönösség adja meg az emberi minőséget. Ez nem csak szellemileg és lelkileg, anyagilag is. Minden szempontból. Keresett, én nem kerestem pénzt, akkor ő segített, és fordítva is volt. Tehát ez nem csak erről szó. Persze ez egy vállalás. Vállalás. Milyen szempontból? Persze egy vállalás. És akkor ebben a vállalásban tudomásul kell venni azt is, hogy vannak, ugye, először is, minden házasság ugye konfliktussal teli. Minden, állandó. Olyan, mint hogyha egy ilyen háborús mezőn mennék, le vannak rakva az aknák, és hát állandóan rálépnék. Tehát ez egy borzasztó nehéz dolog, mert nem szabad azt mondani, hogy de kérem, minden oké, meg minden szép, csak szeretni kell egymást, de azért ez nem így. Nem is lehet ezt csak úgy üzenni, az egész személyiség fejlődés. Ha akkor leszel felnőtt, ha tudsz felelősséget vállalni, elköteleződni és adni. Ha ezt a három dolgot tudod, felnőtt vagy, ha 50 éves vagy, 60 vagy akárhány éves vagy, de nem tudod mindezeket nyújtani, nem értél be arra, igen, hogy családot alapíts, és sajnos nagyon sokan tartnak itt. Jól vizsgálatról is be tudnék számolni, csak sajnos valószínűleg nincs, igen, idő, hogy 20 és 25 közötti műszaki egyetemistákat kérdeztünk, 50 főt, fiúkat, lányokat egyaránt, ilyen mély interjú, beszélgetés. 5 éves terved, na az elkövetkező 5 évből mit csinálsz? Abban nem fordult elő a családalapítás, abban a gyerekvárás nem fordult előre, a karrierépítés erősen, és az a jövőkép, hogy 40 éves koromra meg akarom szedni magam, utána már csak jól élni, nem dolgozni. Na most ezek hamis jövőképek, mert mi adja a boldogságot? Hát tudjuk, én azért nagyon híve vagyok annak, hogy elmondjam, hogy figyeljetek, biológiai bizonyítékok vannak rá, hogyha családban élsz, hosszabb lesz az életed. Egy férfi például halandóbb, hogyha egyedül él, nem is tud igazán egy férfi egyedül élni. Hogy a gyereknél nincs hedonikus alkalmazkodás, magyarán azt jelenti, hogy olyan fajta biológiai tápot jelent a ingert, az immunrendszerünknek, az örömhormon termelésnek, hogy ott a gyermek, aki feltétlen szeretettel ragaszkodik hozzánk. Most ugye van egy alaptörvény, hogy mi az, ami biztosan boldoggá tesz, ha szükségeltségi szükséglet, mondja a pszichológia, valakinek, te rád, olyan biztos szüksége van, biztos, hogy rád van szüksége. Na most egy anyasság, hát itt megéljük éveken át, hogy annak a gyereknek rám van szüksége, apasság, rám van szüksége, és ezzel tulajdonképpen biológiailag megújul, és erősödik az élet. Kopp Mária nem véletlenül mondta, pelenkázz, és tovább élsz. Ezt a jelszót adta ki a férfiaknak, hogy foglalkozzanak a gyerekkel, és legyen öröm. Én nem találkoztam a Kopp Máriával akkor, és mégis ezt csinálta. Nagyon szépen köszönjük, és fontos azt is elmondani, hogy Bagdi Emőke a Szeretet erejével jótékonysági est fővédnöke, és a rendezvény mikor is lesz? Február 15-én. Az Agyaföldi József Attila Művelődési Központban, és a bevételt egy halmozottan sérült kislánynak a műtétére gyűjtik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Hogy jobb egészségben tovább éljen ez a gyerek. És ha az ember adni tud, akkor mind tudjuk, ez egy nagy törvény, hogy kapunk is, visszakapjuk azt az egészségerősítő működést, ami ennek a szerves következménye, és ez nagy világcsoda, hogy így van. Jó, ezt mindenképpen kirakjuk majd a Facebookunkra, tehát tudni fognak bővebben a kislányról, akiről úgy tudom egyébként, hogy többször hozták vissza a klinikai halálállapotából, és egy bécsi műtétre lenne szüksége. Fontosan. Nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és bízom benne, hogy sikerülni fog. Köszönjük, hogy itt volt velünk, és köszönöm szépen, mindezt megosztotta velünk.